Több orosz városban tüntettek az őrizetben tartott ellenzéki vezető Alekszej Navalnyi szabadon engedéséért. A demonstrálók Vlagyimir Putyin elnök lemondását is követelték. Mivel a vasárnapi tüntetéseket még napokkal ezelőtt betiltották az orosz hatóságok, több ezer tiltakozót letartóztatott a rendőrség. Köztük az orosz ellenzéki vezér feleségét, Julia Navalnyát, akit egy moszkvai demonstráción vettek őrizetbe. Navalnyi felesége percekkel letartóztatása előtt posztolta a közösségi oldalakon, hogy csatlakozott a demonstrációhoz. Az országosan szélesedett Putyin ellenes tiltakozást az robbantotta ki, hogy a németországi kezeléséről visszatérő Navalnyit január 17-én letartóztatták egy sikkasztási ügyre hivatkozva. Felfüggesztett börtönbüntetésének letöltendőre változtatásáról kedden dönt a bíróság. Egy újságíró, Maria Landon szerint az orosz belpolitikai fejlemények elérték azt a pontot, amikor a hatalom már saját magát teszi nevetségessé. Békés tüntetők ellen olyan keményen lépnek fel a rohamrendőrök, amire demokratikus mércével nézve nem lehet magyarázatot találni. Putyin hatalmi rendszere vergődést mutat az újságíró szerint. Egy diák azt mondja, hogy nem akar Putyin örökös uralma alatt élni. Egy fiatal nő egyetért vele. Az Egyesült Államok elítéli az orosz hatóságok kemény fellépését a vasárnapi tüntetések résztvevőivel szemben, közölte az amerikai külügyminiszter a Twitteren reagálva a moszkvai Szentpétervári és Vlagyivosztoki eseményekre.